Sziasztok! Ebben a mostani videóban egy dinnyét fogunk kibelezni, vagy felboncolni, vagy mindegy, hogy hogyan veszük. Az a lényeg, hogy mi nagyon-nagyon szeretjük a gyümölcsöket, ezt már százszor elmondtuk. Aki néz minket, az tudhatja. Most kipróbálunk egy olyat, amit már sokszor láttunk a neten, amikor tudjátok, kiszedik a gyümölcsöt a héjából, és zselével pótolják. Tehát én eddig ezt csak kicsiben láttam, tehát amikor almát láttam, hogy felszeletelték, és belül zselé volt, meg nem is tudom, citromot talán. Na de ezek picik. Tehát ezeket talán könnyebb kikaparni a húst, és beletenni a gyümölcshúst, beletenni a zselét, és utána felszeletelni. Na de egy dinnyével! Na, hát mi most erre fogunk vagy kísérletet tenni, hogy ez hogy fog sikerülni. Simán benne van az is, hogy itt most mindjárt felszeleteljük majd, és szétesik az egész. Hát bízunk benne, hogy nem, vagy legalább valamennyire sikerül. De akkor is ez egy nagyon jó módja egyébként, ez a zselé, a gyümölcs konzerválásának. Mi például mangóval csináltuk azt, hogy megvettük a mangót akciósan, és hát az akciós mangóról tudni kell, hogy ez pár napon belül annak az kész, úgyhogy meghámoztuk, pürésítettük, és lefagyasztottuk ilyen kis jégkockatartokban. Tök jó. És utána bármikor desszertnek fel lehet használni, vagy egyszerűen csak ilyen jégkrémszerűen megenni. Na jó, nem szaporítom a szót. Most akkor előkészítjük a dinnyét, és először ugye az következik, hogy kiváljuk a belsejét, mert mi tényleg magát a dinnyét fogjuk felhasználni, és meglátjuk, hogy hogy lesz belőle zselé dinnye, vagy dinnye zselé. Gondolkodtam, hogy hogyan legyen, tehát, hogy így vágjam keresztben, így, vagy pedig így hosszában. Ugye, ha keresztben vágom, akkor nehezebb lesz utána, mikor már a zselé megdermedt, felvágni, úgyhogy arra gondoltam, hogy inkább így hosszában vágom, de még soha nem vágtam fel hosszában dinnyét, úgyhogy nem tudom, hogy ez most sikerülni fog-e. Na, próbáljuk meg. Ez nem is olyan nehéz, mint gondoltam. És jól, ez finom dinnye lesz, gyerekek, mert reped a héja. Azt mondják, hogy ha reped a dinnye vágásnál, tehát egy darabig vágod, aztán reped magától, akkor, és ez reped. Csak ne repedjen össze-vissza. Na nézzük, mutatom, hogy néz ki. Szépséges. Na, nagyon jó. Na most nézzük meg, hogy melyik legyen az első. Na látjátok, ez ilyen kis csálé. Hát tök jó. Nézzük a másikat, te is csálé vagy? Ez nem annyira. Akkor most kezdjük ezzel. Kezdjük ezzel a dinnyével. Kiszedjük a dinnye húsát. Fú, ez a legfinomabb, de most nem ehetem meg. Mert ugye ebből levet készítünk. Az összes dinnye levet kipréseljük, hogy majd utána zselatinnal visszatöltsük a héjába. Tudjátok, mit imádok? A dinnye illatát. Szeretem magát a gyümölcsöt is, meg az egész család szereti, de ez a finom, friss illat, ami a dinnyének van, hát ez egész télen hiányozni fog, komolyan mondom, meg tavasszal. Na, azt hiszem, hogy készen is vagyunk. Igyekeztem az utolsó morzsányi piros gyümölcshúst is kiszedni belőle. Úgyhogy ezt most félretesszük. Mielőtt belemintjük majd a zselét, meg kell szárítgatni, tehát papírral, amennyire lehet, hogy tapadjon a zselé. Ezt félretesszük, és most ezt a gyümölcshúst, ami nagyon közel van a fehér részéhez, azt ne használjátok. Ezt a gyümölcshúst most beleteszem ide ebbe a gépbe, és gyakorlatilag össze fogom zúzni teljesen, hogy folyadék legyen belőle, és utána pedig átszűröm. Adag. Ez még persze nem jó, mert át kell szűrni, a magokat kivenni, hasonló finomságok, de folytatjuk a következő adaggal.
az a tiszta dinnyelé, ami nem járt a turmixban, ami csak a dinnyéből jött ki, ugye, innen. Ez pedig az, ami egy picit felhabosodott a turmixnak köszönhetően, de most ezt átszűrjük. Hát és vélhetően ilyen tiszta levet fogunk kapni, vagy ha most még nem ilyen tiszta, a főzés során kitisztul. Addig tekergetjük itt a szűrőben, amíg letisztul az egész, kijön belőle az összes leve, és ez a kis, hát ilyen maggal dúsított püré marad benne. Elég jól csöpög egyébként, tehát nagyon nem kell rábírni, hogy csöpörészen, de fel tudjuk gyorsítani a keveréssel. Na, kinyomkodtuk a levét, és ebből is látszik, hogy milyen sok víz van a dinnyében, mert összesen ekkora egy kanálnyi püré maradt, és az összes többi az lé volt gyakorlatilag. Na, menjünk tovább. Na, kész is vagyunk. Nagyon szép. Majd ezt a habot, ezt le lehet róla szedegetni, de főzés közben is lejön majd igazából. És akkor előtűnik a szép piros színe. Ez a szép piros. Nagyon szép. Szóval most fel kell főznünk egy kicsit, hogy beletehessük a zselatint, mert a zselatin az csak akkor hat, hogyha meleg a folyadék. Nem forralni, mert akkor a zselatin elveszti az erejét. Belepróbáltam a dinnyébe a levet, hogyha nem elég a lé, már pedig nem lesz elég, hiszen kivettünk belőle egy csomó pürét, akkor mit tudom én, egy kis málna szörpel vagy valamivel dúsíthatjátok, hogy pont tele legyen vele a dinnyehé. Na most ezt a levet átkanalazom ebbe a fazékba, ahol egy kicsit felfőzöm. Azért tettem a dinnyelevet ebbe a mérőpohárba, mert le akartam mérni pontosan, hogy mennyi a folyadék, mert ugye ahhoz mérjük a zselatint. Rendes mennyiségű zselatint kell hozzá, mert ugye nagyon sok ez a folyadék, 3 liter, így aztán 2 vagy 3 zacskon ilyen lapzselatint áztattam be, és ezt most belekeverem. Biztonság kedvéért a hűtőbe tettem be a dinnyehéjat, lehűtöttem, és így kanalazom bele a folyadékot, hogy még gyorsabban megdermedjen. Na, itt van a kis dinnyénk, alátámasztottam papírral, mert ugye nem egyforma az egyik oldala, meg a másik. Na hát most várunk 1-2 órát, és meglátjuk, hogy milyen zselé dinnyénk lesz. Hát kérem szépen, itt a dinnye, kivettük a hűtőből, még mindig alá van támasztva ezzel a kis papírral, azért van az ott. Na, Mollika, szerinted hogy sikerült? Szerintem nagyon jó az állaga. Várjál, óvatosan. Fú, úgy tűnik, hogy tényleg tök jó zselélek. Na jó, oké. Hát amíg védi a dinnyehéja, addig benne marad. Na de ha mi ezt most ketté vágjuk. Én nekem szinte fáj a szívem tönkretenni ezt a szép dinnyét. Na most merjem fölvágni? Szerintem igen. Én komolyan sírok, hogyha ez nem sikerül, és ha kiderül, hogy hazugság volt mindaz a videó, amiket néztünk, amikor, mert olyat is néztünk, ahol dinnyét töltöttek meg zselével, és utána felvágták, és fú, de tök jó, úgy nézett ki, mint egy igazi dinnyeszelet, csak éppen, lehet, hogy utána a 2 másodperc szétesett, vagy már nem is az volt. Annyi dolog volt vele, láttátok? Szerintem egy nagy... Nagy fába vágtuk a fejszénket, mert még ugye a dinnye héját is el kell vágjam, nem csak a zselét. Jaj. És nem, ott még megmarad. Jesszus, tök jó. Nézzétek, itt már belevágtam. És ha egy picit széthúzzuk, ott még megmarad a zselé. Látjátok, nem folyik ki, meg nem esik ki belőle. Itt. Atyaisten. Nézzétek. Te tök jól néz ki! Fordítsd arra! Nézzétek itt a vágási élt, hogy néz ki! Moli egyfordában azonban elájulva, hogy mint a kocsonya. Ide nézzetek, de tök jól néz ki! Na és ebből lehet látni, hogy azok a videók, amiket láttok esetleg ilyen dinnyéseket, azok nem igaziak. Ugyanis ha tényleg az igazi dinnyehúst használjátok fel, Molika, nem mozgasd már, mert ki fog esni belőle a zselé, figyeld meg! Ez itt alul, ez a tömény dinnye püré, és itt van fönt az átlátszó leve. Molinje, felfalja az egészet. Tök jól néz ki.
Szóval ilyen a vágás. Nagyon izgultam, úristen, hogy ki fog zuhanni belőle a zselé, de nem. Tök jól néz ki. Na, szeleteljük fel. Na, ketté vágtuk, mutasd, Malika. Wow! Fú, de klassz! Aszta! És tök olyan, mint a dínye, csak ez zselé! Úristen, de jól néz ki, tök jó! Malinak ez a mániája, hogy így ütögeti. Hogy? Aszta, csak óvatosan, nehogy kizúgjon, ha már így összeszenvedtük. De jó, és ott a püré az alján, nézzétek. Na, ez teljes értékű gyümölcs, még így is, hogy össze van pürésítve. Vágok egy szeletet. Úgy gyereket, úgy izgulok, komolyan mondom, mintha vizsgáznék. Ez a dínyes szelet. Itt egy dínyes szelet. Hát itt van a mi zselédínyénk, és már egy szeletet is vágtunk belőle. Eszméletlen jól néz ki. Tökre olyan, mint egy dínyes szelet, csak épp zselé. Meg kell támogatni ott a tetejét, hogy nehogy lessen. Na, Molika, az első falat zselédínye. Jó hideg, mi? Hűtőben volt. Fincsi? Nagyon finom. Tök jól sikerült, gyerekek. Ide nézzetek, milyen gyönyörű piros. És ezt a piros színt egyébként úgy értük el, hogy ugye összetormixoltuk magát a gyümölcshúst, plusz egy pici málna szörttel feldúsítottuk, mert nem lett volna elég a leve, hogy kitöltse a héját. Tök jól néz ki, nézzétek ott a püré, és a lé, ami ugye a pürén felül marad. De tök jó. Itt egy picit látszik, hogy nem lett tele a héja. De állati jól néz ki. Egyél, drágám, jó étvágyat! Molly már fogyasztja a dinnyét. Hát kísérletezni kell, tényleg. Most már meg is áll magától is? Az igen, leharaptad a csúcsát, most már nem olyan nehéz, úgyhogy most már megáll magától is. És tökre, tök jó, pont úgy lehet enni, mint egy igazi dinnyét. És igazából az is. Az is, csak összepürésítettük, és adtunk hozzá egy kis zselésítő anyagot. Ez igen. Milyen a zselédinnye? Nagyon finom. Gyerekek, hát elképesztő. Ráadásul ez nem is zselédinnye, de van benne még málnaszörp is. Tehát málnaszörpös dinnye. Azért ez milyen már? Kísérletezni kell. Megkóstolom ezt a részt. Jó. Én is. Három. Ide az oldalába. Várjál, 3, 2, 1. Hú, de finom. Ez tök jó, gyerekek. Nagyon finom. Olyan, mint a dinnye. Egy picit málnával dúsítva. Ez nagyon finom. Gyerekek, kísérletezni kell, ahogy már az előbb mondtam. Nagyon finom. Ez lesz az uzsonna. Mert ez a lényeg, hogy játszunk, hogy elfoglaljuk magunkat. Természetesen az ételből semmi nem vész kárba, tehát ez nem ételpocsékolás, hanem pont hogy egyfajta újrahasznosítás vagy átalakítás, és ezáltal még izgalmasabb, érdekesebb ízek jöttek létre, a dinnyés málna vagy málnás dinnye. Ha gondoljátok, próbáljátok itt is. Köszönjük szépen, hogy előtartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!